A közös európai hadsereg terve egyidős az Európai Unióval. A Maastrichti szerződés aláírásával a tagállamok elfogadták a közös kül- és biztonságpolitika alkalmazását is. Formális döntést viszont csak 1999. decemberében Helsinkiben hoztak a gyors reagálású erőről, és újabb két évnek kellett eltelnie, mire azt is sikerült eldönteni, hogy az 2003-tól meg is valósul. A nizzai szerződés értelmében a hadtest maximum 60 ezer katonából áll, akiket a tagállamok biztosítanak egy-egy adott beavatkozásra, melynek ideje a kiképzéssel együtt nem haladhatja meg a 60 napot. 2018. júliusában egy kétnapos brüsszeli csúcstalálkozón kötelezték el magukat a NATO tagállamok, hogy legkésőbb 2024-től a nemzeti jövedelem legkevesebb 2%-át a nemzeti hadseregre fordítják. Az Egyesült Államok aránytalannak tartotta a szerepvállalás eloszlását. A NATO ma erősebb, mint két napja. A szövetség több ország nem az elvártak szerint működött, míg mi többet vállaltunk a kelleténél. Túl nagy volt rajtunk a teher, ezért is beszélünk ennek elosztásáról, mondta akkor az amerikai elnök. 311 milliárd dolláros védelmi kiadásaival Európa a második legtöbbet költő gazdaság, csak az Egyesült Államok előzi meg 518 milliárd dollárral. Jó részt az amerikai elnök kritikájára és az orosz hadsereg ukrajnai akcióira adott reakcióként jött létre az úgynevezett PESCO program. A kezdeményezést 23 tagállam írta alá, lényege a hatékonyabb együttműködés mellett az, hogy több forrás jusson az Európai Védelmi Alapba, így több pénzt lehessen költeni kutatásra és felszerelésre. Noha más-más okokból, de mind a francia államfő, mind a német kancellár támogatja az európai hadsereg létrehozását, miként azzal is mindketten tisztában vannak, hogy ehhez Európának szövetségi állammá kell válnia.